Na végre! Közeledik Itália, úgyhogy megszabadulunk a francia tömegtől, és következik az olasz tömeg. Az biztos jól megfigyelhető, hogy rendkívül sok volt a utcai szobor, csomó külső festmény, fantasztikus épületek. Ezek elsősorban annak köszönhetők, hogy ugye, mint az összes ember úgy automatikusan a gazdagokat, de ugyanakkor a kulturális élet szereplőit is nagyon vonzotta ez a hely, Cocteau, Chagall, és még sorolhatnám, hogyha visszamegyünk a történelembe, azok mind itt lebzseltek, itt alkottak, és hát nyilvánvalóan a nyomaik még mindig meg is vannak. Következik az olasz-francia határ, az számomra is érdekes, hogy mi ez az óriási tumultus itt a határon, mikor nincs is ellenőrzés. Hát egyszerűen nevetséges, mi van? Lakóbusszal nem lehet átmenni, vagy mi van? Na mindegy. A szempontunkból természetesen az égvilágon semmi változás nem lesz. Annyi a különbség, hogy idáig francia Riviera volt, innentől meg olasz Riviera lesz. A kikapcsolódásnak jön egy fél kilométeres alagút, ami úgy nem mellékesen még emelkedik is. Akkor egy néhány rövid adat, 18 méteren vagyunk, 57,2, hát nem valami fényes. De mindegy, végülis a mai nap nem arról szólt, hogy rohanunk. Ha nagyon akarnék poénkodni, akkor most azt mondanám, hogy főszezonban ne jöjjön ide senki. De hát tudjuk, hogy a Rivierán a főszezon a 12 hónapig tart. Következik a Mortola. Ez se rövid, de érdemes megnézni, hogy az alagutakba is állnak. Hát ezek, akik ide lerakják az autót, hova a francba mennek? Hülyén hangzik, de sajnos már az előbb keresgéltem a tábor helyet 6 óra múlt 5 perccel. Egy igazság szerint még 2,5 óra múlva sötétedik, de egyszerűen annyira nincsen semmi. Biztos jól lehetett látni, hogy komoly veszélyben van az éjszakai pihenésünk. Persze mondjuk, ha ne adj Isten találnánk tábor helyet, akkor is komoly veszélyben lenne, mert ilyen hangzavarba aludni. Ugye, mert ugye, hogyha itt az ember mondjuk kinéz, akkor egyik oldalon van a sziklás part, tulajdonképpen. Ha van egy kis lyuk, akkor az ugye be van épülve. Másik oldalon meg tulajdonképpen függőlegesen a hegy, és az így be van épülve. Egész távoli látkép az első komolyabb olasz városról, Vertimigliáról. Oda tartunk most. Itt már feltűntek a ismert olasz városok, és ott legfelül Mortola Grimaldi, a kedvencem. Hát ezekről még város is van elnevezve, hát rögtön beszarok. Nem, tejnek most van vége. Nem most, most van vége tejnek. Pisti is figyel, azért hiába tanulsz olaszul. Mi? És csak megnézni ott István Pisti hátsó agyánál, itt a bal oldalon. Van egy utas. Talán jól látszik. Ott forog veled egy csiga. Ott az agynál. Olyan jól, hú azért. Azért az egyensúlyozó rendszere nem lehet rossz. Én már biztos elszédültem volna. Nem tudom, mióta van ott. Hát ez az. A csigai lassú állat. Ráadásul még háza is van. Milyen nehéz lehet? Házat forgatok egész nap. Vertimia általában megyünk. Gondoltuk, hogy kiadjuk a hegymászást, meg az alagutat, erre az összes autó erre jön. Azt gondoltuk, hogy az Alta, az majd lent megy. Hát ehhez képest csak emelkedünk. Na akkor Vertimia íme. Itt ugye már van egy egészen komoly kikötő is, ami eddig tulajdonképpen nem volt, bár Villa Franche Sur-le-Mer-ben állítólag komoly katonai bázis van, NATO kikötő, illetve a második világháború is ott lebzselt a Vichy kormány és a francia hadiflottának a déli szárnya. Ehhez képest megmondom őszintén, hogy komoly hajókat a jaktokon kívül egy darabot se láttunk. Itt jön be a Roya folyó, megyünk át éppen rajta a hídon. Érdemes megnézni, a Ligúr Alpok fölött már megint ilyen rohadtul elborult. Hát ez van. És egyébként meg itt a befolyó jól látszik. Én meg tartom fel a forgalmat, de nem is akárhogy. A gendár mélyire, meg itt figyel. Jó,
az, hogy mondhat nekem bármit, úgyis nyer az ilyen. Cél a plázs. Vertimiglia, plázs, ott egy kollega, illetve bocsánat, ott. Az előbb még én is ott voltam bent, kamerát nem vittem be, eszméletlen a hullámverés, viszont fantasztikus. Mutatom a francia részt, ugye ott, ahol áll az a hegyes csúcs, az a sziklával ott van Monte Carlo, mellette Menton, és ez pedig itt már az olasz oldal. Amiért mi most itt vagyunk, egyébként látszik, hogy milyen szép fasz a homokos a part, de amiért itt vagyunk, az, hogy azon morfondírozunk itt Pistivel, hogyha itt egy kicsikét elkopik a tömeg, akkor itt meg lehetne ejteni valahol egy bivakolást. Csak az a baj, annyira zúg a tenger, hogy semmit nem hallunk meg, nyugodtan eldobhatják a brigát. Sőt, gyakorlatilag a cuccainkat is összeszedhetik, és ugyanakkor még nem beszéltem arról a felhőzetről, ami ott van. Na most innentől már nincsen térképünk, úgyhogy Pisti egy ilyen Google-ról összekányolt, hát minek nevezzük ezt? Bizbasz, jó? Szóval most innentől már ezen tájékozódunk, hol vagyunk? Itt van, nem tudom, itt hát, van. Hát a Vorgidéra, de Vergimilia nincs rajta. Mi? Ja, hogy az itt van, itt a kavicsot, van. A kavicson van. Itt körülbelül, nem olyan mélyen, itt ebben a színben, jó. A Vorgiderától van meg. Hát akkor az a lényeg, hogy amit tudunk, hogy Vorgideráig még nagyon be van épülve, és akkor innentől meg szinte egyáltalán nincs. Két variáció van, vagy hatalmas nagy mély part, másik oldalon meg hatalmas nagy szikla, amit még az olaszok se vállaltak be. Viszont akkor jó eséllyel, ott mi se táborozunk, ez szinte biztos. Szóval tényleg ráéreztem, azok a kábelről égették le a műanyagot. Hát ez valami eszméletlen. Hát itt is van ilyen. Szóval oda kell figyelni, ez már Olaszország. Egy-két intőjel mindenképpen árulkodik róla. Egyébként ez a Vertimiglia is egy ilyen központi hely volt valamikor, sőt, hát maga a név is, Ligurul, azt jelenti, hogy főváros. És akkor innentől gondolom nem néz kitalálni, hogy amikor még volt Ligúria, mondjuk az idők kezdete előtt 4-gyel, akkor ez volt a főváros. Nem mellékesen püspöki székhely is, az más kérdés, hogy most egy templomot se látunk, de az meg azért van, mert a belváros az itt fent van a hegyoldalba, és a szállodáktól pedig az égvilágon semmi. Szóval jól betakarják. Na mondom a rövid tényállás, most éppen oboa koncertet adunk itt Vertimiába. Itt keringünk már fél órája, most éppen menetirányjal szembe megyünk, hát semmi értelme nincs. Egyszerűen nem lehet belőle kikeveredni. Mondjuk a tengerpartra jellemző, hogy az ilyen semmi bevezető utakból több van, mint emberből, hát mindegy. Valahova majd kiukadunk most már. Vertimiglia, fontos vasúti csomópont is, és persze ez okozta a veszélyt is a második világháborúban, mert azon kívül, hogy ugye még határváros is, kapott rendesen. Ráadásul, amikor meg az amcsik eredetileg úgy tervezték, hogy majd itt lesz a partra szállás, 43-ban, akkor még jól meg is szórták a várost egyfajta ilyen előkészítőnek. Campo Rosso, végtelenség egybefüggő partmenti városok, gyakorlatilag, és ha jól megnézzük, mindenhol eszméletlen szakadt alakok és hajléktalanok. És nekünk itt kellene valahol táborhelyet találni. És azt mondta, ezek is alszanak valahol, csak odafekszünk melléjük. Végül is úgyse nézünk jobban, mint ők. Úgy terveztük, hogy a két város között táborozunk, Vallecrozia, illetve Borgidera között, mert nézzük, csak azt mondja, hogy hát itt nincs táborhely. Liguria egyébként a másik legkisebb megye Olaszországban, ugye az első az Aosta, és azt kell róla tudni, hogy a lakosság átlagának a háromszorosa lakik itt. Hát gondolom, ez elég jól látszik. Eszméletlen. A káosz csak egyre jobban nő. Hát ilyet én még életemben nem láttam. Egyébként a helyek járnak itt az autók között is, bringával is, meg motorral is. Hát a vége ott lesz. Egy rövid pillanatkép a Sanremói öbölre. P80, táborhely egyelőre esélytelen. Azt gondolom, őszintén nem igazán örülnék, hogyha megismétlőde, ne, a tegnapi nap. Fentről kiszúrtam egy helyet, olyan sikátorszerű az egész. Lehet, hogy nem lehet bemenni bringával, minden esetre megnézzük.
Na mégis van a jó hely, íme a szálloda parkja. Mondjuk az jó kérdés, hogy hogy keveredtünk ide. Biztos tilos, meg kamerákkal figyelt terület. Na mindegy. Ezt nem merjük meg ezt kihozni. Pedig ez nyugis rész. Az a gond, hogy bármelyik ilyen számunkra megfelelő lyukba benézünk, mindenhol két bangladesi néz vissza. Hát én nem tudom, ide felszivárogtak már a menekültek, hát egyszerűen hihetetlen. Nem tudom elhinni. Mert mondjuk azt tudom, hogy Dél-Oroszország teljesen tele van, de hogy ennyire fent, hihetetlen. És az pedig ott már Sanremo. Mondom röviden a tényállást. Sejtőnk a 9 van, itt vagyunk Sanremo előtt néhány kilométerrel egy Orgiden 10 nevezetű helyen, pontosan nem tudom. Úgyhogy már megvan a tábor, helyen a plázson, egész óra tűnik. Mondjuk szinte lehetetlenség volt, de az a lényeg, hogy megvan. Mutatok még egy érdekességet. A 8-as. Annak a négyzeten talán úgy lehet mondani. Igen. Tehát 64-es, de hogy nehogy véletlenül még valaki ellopja, oda van lánc. A hetedik napon már jó lenne valami meleg kaját tenni. Találtunk is egy kis éttermet, ahol viszonylag sok ember van, ami azt valószínűsíti, hogy itt jó lehet a kaja. Kobrankó már nézi a étlapot. Na mit találtál? Ez a következő. Most el vannak osztatva attól, hogy mennyibe kerül. Csak mutatom, hogy nagyjából hogy néz ki ez. Ez itt pizza. Ez itt, ezt nem igazán tudtam. Ja, ezek itt valamiféle édességek. Saláta. Ez pasta. Tulajdonképpen itt ennyi, ez valamennyi hal, ez meg egy spagetti. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy az olasz kajával, ezt már biztos mindenki tudja, aki szokta nézni a videóimat, hogy úgy vagyok, mint a búvár, hogy lemegy a gyomorba, körülnéz, aztán feljön. Úgyhogy most vagy az lesz, hogy kikérjük az angol étlapot, és még hát, ha lesz valami meglepetés, vagy egyszerűen megyünk a francba, azt veszük a sajátot. Na ez a következő. Már a másik, már beleegyeztem volna, hogy akkor na jó van, akkor lenyomok valami olaszt. Erre kiderült, hogy nincs hely. Sehol. Teltház van mindenhol. Hát ennyi pizza evőt, hogy nem megy az agyukra? Végre megvan a hely. Ez tulajdonképpen egy kimutált folyó. Most jelen pillanatban már ki van rakva a partra. Kirendeltük a kaját. Kérdeztem itt, hogy tudnak-e angolul, azt mondták, hogy igen, és mondom, hogy minden érdekel, ami nem tészta. Mert azt mondták, hogy hát ez étterem, ez nem pizzéria. Úgyhogy jön a hal, nem tudjuk, hogy milyen hal, meg látjuk, valami különlegesség, meg egy érdekességet tudhatok, itt van ez a hal. Nem tudjuk, hogy milyen szem, hogy mi a fele lesz, hogy benne van-e az állal. Valami tulinó ilyen antiféle, valami kenyérféle. Kíváncsi volt ezt a kenyér, és akkor a kenyéret még így kilökték nekünk, hogy ilyen zacskó. Egyelőre ennyi, aztán majd nagyon. Esély csak megnézni? A kutya is eszik. Ott a nővel együtt, persze még mindig jobb, mintha ő lenne a tányéron, mert az olaszoknál az is lehetséges. Így néz ki a hely. És egy másodperc. Ott ülünk az alaksorban. Tulajdonképpen ez csak egy ilyen imitált hajó. Ezen az oldalon pedig itt a plázs. Talán látszik egy kicsit a tenger. Itt hullámzik, de valószínűleg hallani. Itt a bejáratnál a bringagarás. Hát nem mi vagyunk az egyetlenek, akik azzal jöttünk. Akkor még jó szokás szerint a WC. Ez tulajdonképpen egy ilyen kajutbudi. Hát, ez meg, mit mondjak, egy rézlabor. De egyébként úgy, van minden. Így néz ki maga az étterem, mármint ha neve, Mirázs. Hogy benne van, hogy pizzéria, azt nem tudom, hogy miért van, akkor miért kérték ki maguknak, na mindegy. Körülbelül egy órája csinálják a halat, hát most már tényleg nagyon jónak kell lenni, főleg ennyiért. Megmutatom már, hogy néz ki egy tipikus liguriai halászfalu, amikor már átalakult üdülővárossá. Na itt a kaja, kihozták, hát tele van az asztal, de azért nagyon átverős az egész, majd mindjárt mutatom. Tehát az alapkaja 14 euróért az ez. Na most én azt mondtam, hogy nekem nem kell ez a fos paradicsomos kumpli, hanem hozzák helyette a pomfrit.
Erre most az történt, hogy nem hozták ki a krumplit, hanem azt pluszba hozták ki. Ráadásul mind a kettőnek. Most egy dolog, hogy jól fogunk rakni, igaz, Pisti? De mennyiért? És akkor felvontották nekünk ezt a torinói kenyeret. Ez mondom még egyszer ilyen a szakatropi. Nem tudom, hogy ez is mennyibe fog kerülni. Fél liter sört kértünk, ők úgy értelmezték, hogy a fél liter az egyben legyen, tehát két darab 0,25-ös, hát tiszta káosz. Szóval az olaszokról van véleményem. Egyébként az adag az a nullával egyenlő, tehát nézd már meg. Hát én nem tudom, hogy kákabélűek ezek, vagy mi van. Na jó van, valószínűleg utoljára öttünk. Hát, hogy az íze milyen, arról, hát nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy ez valami rombó nevezetű hal. Fogalmam nincs, hogy lehet lefordítani. Rombuszhal? Ja, hogy igen, hogy rombuszhal. Egyre hülyébb vagyok, hát hiába. Agyamat vizsgáltatni kell, nem mondom. Ez meg állítólag ligurmártás. Ami azt jelenti, hogy paradicsomos, és néhány olívabogyó van még odaléve hozzá. Hát én nem tudom, hogy ezek a paradicsommal születtek, meg azzal temetik el őket. Pisti, arra tudsz magyarázatot, hogy miért van fordítva a tányérod? És az aljából eszel? Hát, hogy így több nagyobbnak tűnjön. Szerintem meg, gondolom pontosan azért, amiért az enyém is. Köszönjük csak megnézni a végösszeget? Hát, nem volt egy olcsó hely, mi? De egyébként az olasz állakról nagyjából így kell beszélni. Ez a kategória. Nyilván a fizetések is ehhez arányolnak. Na ja, kajának vége. Oldalkunk a táborhelyhez, ilyen eszméletlen sikátoron keresztül. Mutatom a táborhelyet, bivakolás lesz, és mindjárt mutatom, hogy ennyire vagyunk a várostól. Hát gyakorlatilag a város közepén. Reggel 6:30 van, véget ért a tengerparti álom. Az az a Tangerine Dream. Borgi Déra és San Remo között vagyunk, úgy nagyjából félúton. A város még alszik. Itt volt egyébként, volt itt egy szomszédunk, szerintem tegnap este mondtam, igaz, Pisti? Egy bringás csávó, pontosan azon a helyen, ott Pisti feje fölött, ugyanilyen bringatúrázó volt, mint mi. Én nem tudom, mikor pucolt az el. De még valószínűleg hajnalok hajnalán. Technikai részt még nem fejeztük be. Volt egy kis gigszer. GPS bekapcsolt hajnalban. És magától úgy döntött, hogy ő pedig lemerül. Úgyhogy most újra kell tölteni. Hát nem nagy öröm, de talán már hazáig kitart. Ó, seri, seri, una tato così, solo canzone, ó, seri, seri. Remélem, senki nem sértődött meg a korai zenei ébresztőn, egyébként Vickie Poveri 1982-ből. Nos tehát, ott voltunk. Egyébként itt egy gyártelep van, itt nem is igazán lehetett bemenni, és nem is lett volna érdemes, mert már most melóznak. 6-kor kezdték, és akkor mutatom, hogy ott volt a táborhelyünk. Jó hely. Látszik, hogy a nyílt tenger fölött vannak felhők, illetve kelet irányban merre megyünk, de ezek ilyen hajnali pöffenetek eltűnnek valószínű, ha szerencsénk lesz. Nem tudom, hogy hányan próbáltak már aludni így, akár bivakolva, vagy csak akár sátorba közvetlenül így a tengerpart mellett, olyankor, amikor hullámverés van. Nem könnyű ám, ugyanis kevesen tudják, hogy a hullámverésben semmilyen rendszer nincs. Össze-vissza jön, és nem egy ilyen monoton zúgás, és néha nagyokat durró is. Szóval éjszaka azért nem kellemes. Időközben persze, jóval lejjebb csillapodott a hullámverés tegnapi naphoz képest. Egyébként csak a talajt mutatom most. Érdemes nézni, hogy teljesen fasza volt. Majdnem, hogy tökéletes homok. Azért az jól látszik, hogy ha angolosan kéne távoznunk innen, akkor az milyen gyorsított ütembe menne nekünk. Hát minimum fél óra, mi? Akkor a tegnapi adatok, 76,96. Nézzünk egy szintet, de szinte lényegtelen, 5.57, hát igen, gyorsan egy nullázás,
megvolt, és még két érdekes adat, 20 méteren vagyunk, ami ugye lehetetlen, mert itt a tenger, tehát ez nulla, majd állítom, viszont 24 fok van reggel. Nem volt egy hideg éjszaka. Pisti végzett egy rövid számítást. Tengerparti szakasz még körülbelül 60-63 kilométer, és utána északnak fordulunk, belevetjük magunkat a Appenninek közé, és akkor tulajdonképpen már irányba állunk az autó irányába. Kicsit tudakolóztunk. Ez egy bringa út, és hát állítólag nem csak Sanremoig, hanem egészen Impériáig megy, itt lent a parton, ami hát óriási mázli lenne elviekben. És hogyha minden igaz, itt az előbb láttam, egy ilyen régi állomásépületnek nézett ez ki, van egy olyan gyanúm, hogy vasúti nyomvonal lehet. Hát van egy higanymozgás, de hát persze sokan csak kínyukba futnak. Egyrészt azért, mert divat manapság, másrészt azért, mert kényszer, és persze az igazi technikáját nem tudják, de mondjuk én sem tudom, úgyhogy nem okoskodnék, ha nem muszáj. Hú, az istenit! Miféle alagút ez? Megpróbálok közelíteni, hogy hol van a vége. Valójában semmi értelme nincs, sok beremeg a kezem. Eszméletlen, hogy milyen hosszú. És a bringásoknak, futóknak. És ha valakit érdekel, akkor az évszámokat, 1928, 29, 33, éppen gondolkoztam, hogy ha így jutunk el 2014-be, akkor sose lesz vége az alagútnak, de úgy látom azért nem egyenként ugrik, 35. Úgy látom, írogatnak Garibaldiról is, ugye, a környék nagy szülöttje. Egyébként úgy tűnik, hogy angolul is ott van. Érdekes, izgalmas. Nyilván nem az autósoknak van kiírva, mert ennyire gyorsan nem lehet elolvasgatni. Bringával viszont el lehet. És persze gyalogosan, vagy futó, kutyafuttában is. Pisti, rajta van ez a GPS-en? Hány, milyen hosszú lehet ez? Nem tudom. Na mindegy. Mondjuk nem rossz, nem? Hegymászást megúszuk. És közben lehet gyönyörködni a gyönyörű tengerparti látványba is, nem? Na innentől már bringa versenyek vannak. Illetve vegyes. Aha, igen, itt megint. Aha. Már közeledünk a végéhez, 97. Hihetetlen. 3 kilométer. Nem semmi. És van egy olyan gyanúm, hogy bejöttünk Sanremóba. Itt azért már van nyüzsi. Itt vagyunk Sanremóban. A Ligur partvidék kulturális és turisztikai központjában. Ez viszont már egy egészen komoly helynek számít. Lakosság létszáma 56 ezer. Ennek ellenére egyébként nem ez a legnagyobb város, és a közigazgatási központ sem ez, az majd Impéria lesz. Az nem is tudom, jó pár kilométerrel odébb van. Azért jöttünk föl, mert megint kell valamit vásárolni. Egyébként a bringa út itt megy rögtön a pálmasor után, tehát igazándiból nem sok értelme volt. Na mindegy. Jön a troli. Na, hát ilyet is, ilyet se láttunk még az idei túra folyamán. Ez a La Pinya, azaz a fenyő negyed, tulajdonképpen az óváros. Egy dilemmában voltunk, hogy akkor most belváros, vagy kikötő. Végül a belváros mellett döntöttünk, mert bolt kell, de hát a belvárosban is annyi esélye van a boltnak mondjuk nagyjából, mint a kikötőben, mert ez igazándiból a bevásárlóközpontokat a város szélére teszik. Ráadásul ezekkel az olasz nagyvárosoknál azért észre kell lenni, mert itt aztán mindig annyian vannak, mint az olaszok. Hát ezekkel a kis robogókkal valami életveszélyes, hogy száguldoznak. Sanremo. Érdekes egyébként maga a név, ugyanis a mai napig vita van arról, hogy egybe kell írni, vagy külön. Egyes feltételezések szerint Romulusról kapta a nevét,
más feltételezések szerint pedig valamiféle püspökről, akit San Remónak hívtak. Hol látszik, hogy a jak kikötő sem gyenge. Itt van egy érdekesség, Alfredo Nobel Park. Milyen érdekes, Alfredo. Pedig arról a Nobelről van ám szó. Hát, nem semmi egy hely. Egyébként Nobel az életének a nagy részét itt töltötte. Nem olyan ízlett neki a skandináv levegő. Mondjuk nem is csodálom. Fantasztikusan néz ki. Mondjuk a hajléktalanok nem hiányoznak ide dekorációnak. De mindegy. Persze nem Nobel az egyetlen híres személy, aki itt lakott a városban, hanem például Juan Manuel Fangio is, aki tegnap láttunk Monte Carlo-ban ötszörös világbajnok Form 1-es autóversenyző. És persze, ne feledkezzünk el a Báva családról sem. Apja és fia, Mário Báva és Lamberto Báva. Itt születtek, itt éltek, itt alkottak. És ha valakinek nem igazán mond semmit ez a név, akkor elmondom, hogy a klasszikus olasz horrorfilmnek a megteremtőiről beszélünk. Sanremónak egyébként van egy másik városrésze is, ugye a Pinján kívül, az pedig nem más, mint a Kasbach. Ugye a nevéből is ki lehet már találni, hogy ez egy ilyen keleties, kazamatás, katakombás negyed lehet, szerettünk sikátorokkal. Na most az a helyzet, hogy ezt nem találjuk, de valójában nem is keressük, azt azért hozzáteszem. Nincs most erre már idő. Különben is szűksikátorokból az idei túlán már kaptunk eleget. Úgyhogy most már inkább a szabad tér az, ami igazán kell, arra pedig nincs alkalmasabb hely, mint a nyílt tenger. San Remót a virágok városának is hívják, és ugye minden évben van a virágfesztivál, igazi turista látványosság, olyankor aztán mindenki összetyődül. Persze, nem csak olyankor, hanem van itt ám más híres dolog is. Az pedig nem más, mint a Sanremói Dalfesztivál. Ugye állítólag ez volt az Eurovíziós Dalfesztivál őse, mert már 1951-től van, és ezt is minden évben megrendezik. Egy utolsó látkép Sanremóról, és mi megyünk tovább. Finom kis homokos part van, ami elkeserítő, az maga az idő sajnos. Hát nem egy olcsó hely, de hát tudjuk, hogy Petőfi sem attól volt szegény, mert sokat költött. A lényeg az, hogy megvan minden. Milyen jó kis impozáns világító torony. Egyébként a mai világban a világító toronyokat már nem igazán használják arra, amire kéne, mármint, hogy ilyen tájékozódási pont, stb., hanem inkább már csak műemlékek. Sőt, úgy hallottam, hogy a horvátoknál például a különböző szigeteken ki is lehet ezeket bérelni, és akkor, mint ilyen fizetőszállás, lehet őket használni, mondjuk akár egy kopár szigeten is. Toljuk be a Bringa útra a hőzét, a gépeket, csak rohadtul nehéz. Faszban, nekem tolási fájdalmaim vannak. Akkor újra Bringa út, illetve újra a kisvasút nyomvonalán. Ami egyébként nem is kisvasút volt szerintem, hanem ez a nagyvasút, mégpedig a Ligur vasút, de szerintem csak Borgideráig tarthatott, és utána felszedték a sineket. Pisti, tudod, hogy itt van a strand mellettünk? Valami sánc itt elválaszt. Hát igen, a töltés elválaszt, és nem tudunk lemenni a partra. Sajnos az idő is, a hegyek föl legalábbis, nagyon határozottan romlik, úgyhogy mi ki kéne használni, amíg valami csike napsütés van a tenger felől. Mielőtt a reggelizéssel egybekötött étkezést elkezdjük, mutatom, hogy na, itt kezdődik a tengerparti homok. Végre már. Figyeld, Pisti, hogy ahogy megyünk egyre keletebbre, egyre faszábbak a partok. És akkor még a francia riviéráért vannak megveszve. Az előbb idejött okoskodni a húzómester csávó, azt mondja, nem tarthatjuk itt, egyébként itt álltunk, csak mindjárt mutatom. Azt mondja, vigyük a koridorral egy sávba, mert ha neki vágtázni kell, akkor beleakad a bringába. Hát nincs elég élettere, jól látszik. Na mindegy,
tudod, hogy nem lesz. Mi a helyzet, Pisti? Zuhanyozó nem lesz. Na, ott ki nem szarja le. Van itt víz. Elég. Egyébként Tagliában vagyunk, és nem egy rossz hely továbbra is. Ligúria. Pattanjunk be, Pisti! Ambringás élet, jól látszik. Itt megint van egy befolyó. Egyébként általánosságban elmondható, hogy nem igazán jellemző a kelet befolyó, a Ligur hegyek szinte összefüggő ilyen parti sávot alkotnak végig. És ezért nagyon kevés az édes víz itt lent a parton. Egészen komoly vízhiány van. Elég furcsa, mondjuk így, hogy itt van mellettünk a hatalmas tenger. A Ligur partvidék egyébként sokkal kevésbé felkapott, mint a Franciera Riviera. Sokkal később kezdtek ide szállingózni a turisták, és ennek elsősorban a megközelíthetetlenség volt az oka. A tengeri Alpok itt mellettünk, amit itt egyébként már Ligur Alpoknak hívnak, egyfajta természetes védőfalként zárta le a kijáratot a tenger felé, a belső olasz területekről, Piemont, illetve a Pósíkság felől. Úgyhogy évszázadokig az emberek nem nagyon merészkedtek le ide. És ennek persze volt más oka is. Az, hogy az igazi veszély az a tenger felől fenyegetett sokáig, mégpedig a kalózok formájában. Szevasz! Az első lakosok természetesen a ligúrok voltak. Mondjuk ezt nem volt nehéz kitalálni. Mivel minden erről szól, ugye ez a Ligur tenger, Ligur partvidék, Ligur Alpok, stb. Most nem sorolom. Utána persze jöttek a kelták, meg néha látogatást tettek itt a longobárdok, akikről azt kell tudni, hogy ilyen hosszú nyelű konyhai bárdal jártak mindig. Volt jelentős áramlás Afrika felől is, szaracénok, berberek, stb. És hát azt kell mondanom, amint ezt a példa is bizonyítja, hogy jelentős feláramlás még most is van Afrika felől. Csak tessék szétnézni itt az összes városban, parkban, mindenhol ott lepzselnek a feketék. Fantasztikusak itt a bicikli út mellett ezek a parkok. Biztos jól látszik. Most éppen gyuvás van, de itt vannak a hatalmas pálmafák is. Ligur tengerpartot egyébként két részre lehet osztani. Az első a Riviera del Flori, ami virágpartot jelent. Tessék csak nézni, ugye ezt ezért emlegettem az előbb, végig. És ez nagyjából a francia határtól, tehát Mentontól tart, egészen nagyjából, ha jól tudom, Alassióig, de nem vagyok benne biztos, ugye ezt a területet mi most mindenképpen végigjárjuk, és utána pedig következik Riviera del Frambente, az pedig Alassiótól Genováig tart. Ez úgy kilométerben, nagyjából fele-fele arányban osztja szét a ligúriai tengerpartot. Bár van egy kis keleti szelünk, ami azért annyira nem is kicsi. Viszont azt az életben nem gondoltam volna a tegnapi nagy nyüzsi után, hogy ilyen fasza nyugodt lesz ez a szakasz bringás szempontból. Álmod, hogy vakít a fény, tombol a nyár, a földekén ne érdekeljen, hogyan szarik a ló, nyaralni visz az álomhajó. Carpe diem, egyik füleden, be, másik füleden ki című felejthetetlen nótája még 1991-ből. Természetesen ennek a nagyra becsű dalnak létezik még ettől sokkal vulgárisabb változata is, csak most a gyerekek kedvéért a lájtosabbat adtam elő. Eszméletlenül kifogtuk. Fantasztikus egy hely. Pisti azt mondta, hogy mikor már az embernek az agyvize egy kicsit felfort, akkor jön a hűtés. Tehát ugye az útvonalat meg kell tudni választani, nem igaz, Pisti? Megint egy metró béletű alagút, és tényleg hűvös. Pisti, vigyázz, megy egy raptor.
egy-egy Raptor mellette. Hát ha valaki erre jár, ezt mindenképpen próbálja ki ezt a bicikli utat. Ugye minden, ami negatívúval volt az alagútnak, hogy jó, zajos, hogy büdös, tele van benzingőzzel, meg mit tudom én, most az égvilágon semmi. Fantasztikus minőségű út, és kilométerekig tartanak ezek az alagutak. Na itt jön ki az, jól látszik Kus Pistinél, hogy a három velocipéd raptoros, ugye elhúz mellettünk, igen ám, de 9 g-os bringával ám a lejtőn nem lehet ám menni, hiába tapossák. Egy nagyon pici 1%-os lejtő van, és már anyakukra futunk. Hát csak nem, úgy döntöttünk, hogy nem égetjük be őket, mert azért nem kéne. De csak azért, mert illedelmesen köszöntek. Pillanatra lehet látni itt a mellettünk a főúton a táblát, ugye Impéria az irány. Úgy tudom, hogy addig tart ez a bringa út. Kint vagyunk a főúton. Az egyik velocipéd raptorosra rászóltam, hogy boys, end of the road. Erre visszafordult, volt 80 éves. Úgy csak úgy lebojszoztam, de végülis nem kérte ki különösebben magának. Közölte, hogy finita. Úgyhogy ennyi volt az álombicikli út. Kijöttünk a főútra, és már itt is az olasz forgalom. Következik Impéria, Liguria központja. Illetve némiképp módosítok, Nyugat Liguria központja. Muszáj voltam belemódosítani az adatokba, mert még lehet, hogy itt a végén valaki belejavít, utólag. Persze van egy olyan sejtésem, hogy ezekről a város, illetve a falu nevekről a legtöbben, akik ezt a videót nézik, most hallanak életükben először. Úgyhogy nyugodtan hazudhatok, amekkorát csak akarok. Ahogy annak idején Churchill mondta, úgyis csak azt kell elhinni azokat az adatokat, amiket én hamisítottam. És elég jól látszik, hogy előkerült a vasút. A kevésbé jó hír az már inkább az, hogy valószínűleg a bringa útunk helyén. A végtelen óceán szerintem nagyjából Szardínia lehet abba az irányba, úgy körülbelül telibe délnek, de csak úgy tipperek. Hát mondjuk, ami azt illeti, Szardínia itt ebben az irányba is van mögöttem, mégpedig a jobb oldali táskába, és azon gondolkozok, hogy lehet, hogy azt kellene ma ebédelni. Szardínián túl meg, azt hiszem talán Líbia esik ebbe a szögbe, és hát van egy olyan gyanúm, hogy ezek a menekültek, ezek onnan származnak. Megmondom őszintén, hogy bele tudom magam élni a helyzetükbe, most így egy hét vadkemping után. Nem lehet nagyon élvezetes, én már nagyon unom. Ugye a kettőnk között az a különbség, hogy a szerencsétlen afrikai menekülteknek ezt minden nap meg kell csinálni, én meg holnap után megyek haza. Tehát ugye, tudjuk, hogy az élet nem igazságos, és sajnos ez, bármennyire tetszik, nem tetszik, ez így marad. Miután üdvözöltek minket Impériában, ezelőtt 8 kilométerrel, most kezdődik a város. Szevasztok! Impéria belváros, óváros, bocsánat a hegytetőn, és mutatom a sort a mi irányunkba, most kiálltam egy pillanatra, íme. Mutatom, hogy most már megérkezik Pisti is, én végigjöttem a sor mellett. Hát, figyelj, az egész városban ez van. Mi a lófasz? Figyelj, hát jobb hiány, azt csinálom, mert nem tudom, miért ezt a kerék. Egyre puhább megint. Na nyomjuk bele valamit, talán ott. Tiszta katasztrófa az olasz közlekedés. Eszméletlen dugó van. Na most azt csináljuk, amit a motorosok, hogy megyünk a másik oldalon. Tessék, például az is. A motoros ide köszönnek, azt mondja, menjek utána. Na jó, akkor hát ha az olasz foslistát kell felállítani, akkor rögtön az olasz konyha után ott van az olasz közlekedés. Itt vagyunk a másik benzinkútnál. Hát ez se fasza, ugyanis hát úgy tűnik, hogy kaput. Na mindegy. Egyébként továbbra is tart a hatalmas dugó, egy rövid kinézet. Ott vissza, oké. Okay. És akkor hát így néz ki az impériai plázs, vagy legalábbis egy része. Na most ez egy őrült nagyváros, azt azért mondom, tehát így folytatódik tovább. Annak idején 1923-ban Mussolini 11 falut vont össze, itt az Impéria nevezetű folyónak a torkolatánál, ami itt jön be, és hát tulajdonképpen azóta felfejlődött ilyen nagy iparvárossá, illetve üdülővárossá. Még egy érdekesség még, hogy itt egészen komoly hajók is vannak, ugyanis valamikor itt hajógyártás is dívott, sőt, lehet, hogy még most is ott vannak a nagy gyaktok.
új helyzet van. Egy orosz a benzinkútnál odajött, azt mondta, menjünk le a tengerpartra, mert még 7 kilométer a sor. Hát, eszméletlen. És még lehet, hogy a városunk kívülsebb. Most az történik, hogy gurulunk vissza valami képzetbeli leágazásig. Akkor kocogunk le Impéria Beach-re, és hát így sem kevésbé kicsi a tömeg, de mindegy, megszoktuk. Ez igen. Kőpadok úgy tele vannak, mint a vörös hangyák, mikor szaporodnak. Hogy mondjuk, na, tetszik ez a hely. Következik a kikötő. Micsoda tarack. Ezek viszont még igazi vérbeli, tradicionális halászoknak néznek ki. Impéria, ki tudja, hanyadik központja, bár valójában ez már lehet, hogy ipartelep. Itt vannak a nagy daruk, szerintem itt lehet a hajógyár. Nem tudom, ez kit mennyire érdekel, engem most különösebben nem. Továbbra is benzinkút kéne egyre jobban, szelel a hátsóm. Nincsen defekt, ezt csinálja egész túrán. Valószínűleg a hulladék belsőmön kívül oka lehet még a hulladék külső. Ez egy nem létező út, ki volt írva, hogy bringával behajtani tilos. Hogyha valaki itt kering az olaszoknál, egy nagyon jó tanács, hogy kövesse a bringásokat. És akkor nem lesz gond. Mi is azt tesszük. Hátsóba körülbelül 2 bar lehet most. Érzem, hogy egyre simábban fut ugyan, de ilyen nehezebb hajtani. Ilyen súlynál már sajnos a felütéses defekt is játszik. Újabb főút, újabb benzinkút keresés, helyette viszont van strand. Igaz, hogy néplabor, de viszont egész hangulatosnak tűnik. Fogalmam nincs, hogy hol vagyunk. Hát ugye most már normális térkép nincs, csak tippelni. Lehet, ugye Impéria az még rendben van, ugye összeépült. És szerintem most ezen a parti úton jöttünk végig, és most Diano Marinába lehetünk. Egyébként a strand az a szokásos olasz, főszezon. Bringákat nem lehetett lehozni, de nagy ívbe leszartuk. Csomagokat nem hagyjuk fent, különben mindenki fent hagyta az ócska trokárokat, csak mondjuk nincs rajta semmi. És akkor még egy érdekesség, ott a csávó feje fölött talán látszik, hogy van ott valami látványos óváros. Mondjuk fogalmam nincs, hogy az micsoda lehet, de mondjuk valószínűleg úgyis útba ejtjük. Pisti, időközben a habokban, szokásos, baseball sapkás fürdését most ebben a másodpercben. Csúcsik homok, továbbra is, sőt, egyre jobban. És hát fantasztikus, ez az igazi tenger, amit mondjuk ugye az ember elképzel. Nyilván, aki már volt, az nem képzeli el, hanem azt pontosan tudja. Egy picit besétálok. Nyugalom, nem úsztatom meg a kamerát, mert már a múltkor panaszkodott a sós vízre. Besétáltam, látszik, hogy térdig ér. Természetesen azért a hullámok, hogyha jön a helyzet, akkor mostnak azért segget is. Csak azt akarom mutatni, hogy teljesen, mint a Balaton. És mondjuk ugyanolyan feelingje is van az embernek. Még egy érdekesség még, a felhő. Látszik, hogy a hegyek fölött végig vannak, a tipikus tengeri mediterrán éghajlat, nagyon jól látszik. Egész nap ez van. Nem jönnek le, ott, hogy fordulok a tenger felé, már semmi, pedig egyébként elég undorítóak, bizonyos helyzetekben látszik, jó? Zuhanyzó nincs, viszont lábmosó az úgy nézem, hogy van. Hát ez is több, mint bőcsön egy pofon. Következik San Bartolomeo. Már! Ilyet elfogadnék, egész jó színe is volt. Na Pisti, valamelyiket a gépre? Nem nyomom meg. Nem? Következik Cervo, és fölötte ott a nagy óváros. Hát nem akármilyen látvány. És ráadásul meg még az életben nem hallottam. Ami ki volt írva, Szent Miklós Székesegyház, 17. század. Ennyit tudunk. Jól látszik, hogy azért van itt még jó pár templom ezen kívül, amiről szintén nem tudok semmit. Újabb kép a másik oldalról, hát nem túl sok, de legalább édes kevés.
Pistya azt mondja, ez nem csak uralja a látképet, hanem rá is telepszik a falura. Pont a lényeget látta meg Pisti, hogy van egy főnök, ti meg vagytok az alattvalók. Minden vallás lényeg egyébként ez, csak a főnököt másnak hívják. És persze ugye az se véletlen, hogy fent van a csúcsod és omlózott a tenger felé néz. Nyilván azt hirdeti a hitetleneknek a tenger felé, hogy itt ki a góri. Jön Andorra. Lekocogunk a partra. Ez a híres andorrai pálmapart. És hogy honnan kapta a nevét, azt gondolom elég jól lehet látni. Természetesen a strand is legalább annyira híres. Kék zászlós, amit hogyha valaki tudja, az mit jelent, akkor azt is elmondom, hogy 1986-tól, ugye tiszta vízű strand, stb. De milyen állat ez? Ez a Siri, nem? Aha. Természetesen mindenhol nem fürdünk, mert hát minden faluban akkor az életben nem haladnánk. Hát hogy kinek mennyire hangulatos, az mennyire nem, azt én nem tudom. Ez biztos, hogy egyben minden olasz strand megegyezik az eszméletlen nagy zsúfoltságban. Megint itt a pálmasor. Tulajdonképpen egyáltalán nem néz ki rosszul, bár egy kicsikét úgy vissza vannak már csonkolva. Jól látszik, hogy éltek meg ezek szebb időket is. Eszméletlen a strand. Szinte csak ernyő rengeteg mindenhol. Mondjuk, ha mindenki az ernyő alatt fekszik, akkor nem tudom, minek jön ki, tessék csak megnézni a sok bringa. Nem lehet levinni a partra a bringákat. Mondjuk mindenki láncol, azt jól lehet látni, szóval ez már nem német nyelvterület. Remélem Andorrát senki nem téveszti össze a hasonló nevű országgal. Az ugyanis spanyolban van. Következik az idei, nem tudom hanyadik lőtteszt. Provence-i különlegesség, még Franciaországban vettem. Cherry Cola. Kóstolom. Hogy mennyire jó? Tessék csak nézni. Remélem, hogy ez mindent elárul. Azért nem tudom, hányan vették észre, hogy előtte azért gondosan kiittam az utolsó cseppig, hogy mellékesen egyébként, ez most kivételesen nem volt annyira rossz. Egész jó látkép, ott van egy sziget, talán látni, na mindegy, majd úgyis ott megyünk el mellette. Időközben Andorrának most ebben a pillanatban vége. Az előbb tettünk Andorrában a kikötőben egy kört, valójában persze nem akartunk, csak zsákutca volt, hát valami eszméletlen mennyiségű hajó van. Aztán, mint kiderült, innen indulnak Bálna nézőbe a turista hajók, mégpedig oda be a francba. Ugyanis itt állítólag annyira mély a tenger, és Pápi azt mondja, hogy ő már a GPS-én meg is nézte, hogy valami, nem is tudom, hogy itt néhány kilométerre befelé valami 2000 méter. De mondjuk Ligúriára általában az a jellemző a Ligúr tengerpartra, hogy amúgy meg nagyon sekély a tenger, és ezért nagy igazi felkapott családi üdülőhely. Egy látképere így kibotorkálok ide. Muszáj megmutatni. Tehát amit látunk innen, az Alassio, az öbölben. És egyébként jó eséllyel végig a másik is, tehát a város két része. Vagy az már Albenya, a franc tudja. Szóval az a lényeg, hogy itt az öböl mellett húzódó településeket látjuk. És akkor egy rövid ráközelítés magára, arra a sziklaszigetre. Én innen úgy látom szabad szemmel, hogy mintha lenne rajta vagy egy templom, vagy valami váracskaszerűség. Lehet, hogy majd onnan arról a partról többet fogunk látni, és aztán pedig látszik, hogy hátul hol húzódik a Ligur partvidék. Na azon is szívesen elszotyiznék ott az árbóc kosárban. És akkor mutatom, tessék csak megnézni, közvetlenül fölöttünk. Ilyen fantasztikus helyen van ez a kis templom. Na tehát akkor következik a gurulás, természetesen jön a dalbetét, stílusosan mi más lehetne, mint a Sanremói Dalfesztivál győztes 1968-ból előadó Adriano Cseleszcsávó, és a dal címe pedig Latrina. Latrina, a mala Latrina, dover víz a
Excellencia, Chalago, di Arcadino e vi ho ringrazio io perché. És akkor most ugyanez magyarul, kis hajó az álmok tengerén, vezes kis hajó egy új világ felé, senki más, csak engem és egy lány, boldog élet vár, hat ránk. Egyébként ez Széchy Pál volt 1972-ből, ugye akkoriban divat volt lopkodni a nagyon a slágereket, és némelyik jobb is volt, mint az eredeti. Egyébként az eredeti lehet, hogy nem Adriano Cseles csávó volt, de hát csak, én csak őt ismerem. Úgyhogy kevesen tudják különben, hogy Cseles csávó jó, remek színész is volt, nem csak énekes. És hát mondjuk azzal a pofával lehetett is jó kabaré filmekbe játszani. Hát olyan fogazata volt, hogy egy mormota is megirigyelhette volna. Mikor meg úgy beleröhögött a képernyőbe, mintha csak Rubin Trékát láttam volna. De se egy ilyen gusz hely. Ráadásul most már nagyon úgy néz ki, hogy muszáj lenne valahol egy ebédet is megejteni. Lehet, hogy sokan unják, mert a sok egyforma tengerparti települést, hát közlöm, hogy mi nem. Próbálok rájönni, hogy mi ez a köcsög. Itt látszik, hogy mindenféle német felirat van, meg ott is. Mi lehet ez, Pisti? Stadtwartes. 960 km, Pisti rögtön lefordított, hogy felső határháza. Én meg egy kicsit csokkalottam, hogy 960 kilométert kell menni, hogyha valaki akar venni egy ilyen köcsögöt. Aztán felvilágosított, hogy valószínűleg ez a partnerváros lehet. Nem tudom, hányan figyelik, hogy nem nagyon van tömeg. Jóval kevesebben vannak, mint eddig mindenhol máshol, pedig azért nem egy kis helyes se. De van ám magyarázat, ezek már fizetős strandok, de mindegytől egyik. Ilyen 15 eurók ráadásul, tehát azért úgy kérik az árát. La Fiera. És akkor még egy érdekesség, mutatom ott a sarkot fent, ott jön le az út, ott gurultam lefelé, remek zenei aláfestéssel, amit én produkáltam, azért nem tudom, hogy haver azt mondta, vegyek énekórát, hát be is mentem, vettem egy Beckert, hát elég repét fazék hangja volt, megmondom őszintén, na mindegy, hát azóta egy ügyom. Nem tudom, mennyire rám ki, ott van az avatom, itt gondolkozunk, hogy mi az Isten. Aztán ott tart tovább, aztán ott végig, ott a követi a bójákat. Hát ennyi a szabad strand, ami így innen a kövektől odáig tart, így, és akkor így. Ott van pedig a gazdagok, úgy végig az egész plázsa, különböző szállodákkal tartozik. Hát igen, van felosztva a világ, ennyire igazságos. De persze ebből nem csinálom kabinetkérdést, besúgyogok én, úgyhogy ez engem sose szokom visszatartani. Kaja megvolt. Akkora szél van, hogy az valami eszméletlen. Az előbb bekaptam a kolbászt, véletlenül kiesett a kezemből, szembe egy tapozónő meg bekapta, belerepült a száján. Ha tudtam volna alosszul, azért odaszóltam volna neki, hogy na végre ettél már valami ehető kaját is. Egy talpon álló, ott az árak, jól lehet látni, kerepes saláta, kerepes dolce, 5 euró, és mindegyikhez van latrina, tehát a WC használat is benne van az 5 euróba. Azért hoppa, hoppa! Ez így nem rossz. Figyelj már azért, 1800 forint ez egy kicsit drága, nem Pisti? Nem, nem, WC használattal, tök jó. Ja, úgy megéri. Nézd csak ez miféle toronyít, valami erődítmény vagy világító toronynak a romja. Bastione di Pesa 1564-ből, tehát ez valamilyen bástya, mert egyébként a mi magyar bástya szavunk az innen származik, a latinból. Palacio a délutáni csúcsban. Mert mondjuk olyan nincsen, hogy délutáni csúcs, mert mondjuk csak olyan van, hogy egész napos csúcs. Mennyit tegyek bele, Pisti? Két fél jó, jó, nem? Négy fél jó. Na, most jó. Na, legalább akkor ennyi. Na jó. Hogy mitől le fogalmam nincs? Na mindegy. Nem tudom, hányan találják ki, hogy ez az jó, vajon miféle hely lehet? Azok tippeltek jól, akik az Üdülőváros címre tippeltek.
Hát vannak itt ódon épületek dögivel, az ember csak úgy elsuhan mellettük. Most vegyük el Alassiót. Pistya azt mondja, Olassió fog. Mondom, miért? Azt mondja, mert Olassió. Én meg annyit mondtam neki, hogy most már nem ártam kipihenned egy kicsit magad. Látszik, hogy túl nagy szintek most sincsenek. Még mindig 54-en vagyunk, de följöttünk ide. Jó nagy szivattyú mondjuk, mert látszik, hogy lent is megy az út. Azért összeadódnak ám a szintek, a mai nap folyamán is nagyon úgy néz ki, hogy a Pisti már közel 400-on járunk. És még egy érdekesség, itt van mellettünk a sziget. Időközben beazonosítottuk a szigetet, úgy hívják, hogy Lacrimosa. Ja, elnézést, az Gothic Metal együttes, ez a Gallinera. Úgyhogy, és hogy pontosan mi lehet az, hogy fönt, az volt csak, hogy otthon derül ki, mert én innen a kis nézőkén keresztül nem tudom beazonosítani. Talán valamiféle erődés világító torony van benne. Azt nézzük éppen Pistivel. Már háromszor a mai nap folyamán beszéltünk azzal, hogy a parti utat választottuk. Ugye ott még rendben van, hogy be lehet menni a kapu mellett. Ott, ahol éppen próbál menni a motoros. Utána ugye megy tovább az út valahogy, ott a parton. Igen ám, de ott abban a pontban viszont biztos, hogy végérvényesen vége az útnak. Na ilyenkor jön a nagy szivattyú, hogy totál visszamenni és újra mászás. Na volt már ilyen. Pisti azt mondja, hogy neki az igazi meglepetés ebben a, itt a Rivierán az volt, hogy egyáltalán nem volt meleg. És hogy ezt milyen jól kifogtuk. Hát nem. Éppen ez a lényeg, hogy itt nem csak télen van az átlagtól sokkal jobb idő, hanem nyáron is. Ezt úgy kell érteni, hogy nincsenek szélsőségek. Nyáron sem megy 30 fok fölé a hőmérséklet. Ugyanis itt most ez éghajlatilag pontosan nem tudom megmagyarázni, hogy miért van, de az biztos, hogy így van, mert olvastam róla. Szóval ez nem ilyen horvát tengerpart szindróma, hogy nyáron gyakorlatilag meg lehet dögleni, nem? Meg volt azért annak az oka, hogy miért ide kaptak a kékvérűek, és nem Európa többi tengerpartjára. Ha valakit érdekelnek számadatok, idáig 60 kilométer, és szintet most nem tudok mondani, de Pisti szerint 400 fölött van. Egyébként tartjuk a tervet furcsa módon, mert a tengerparti szakasz az körülbelül a 75 kilométer lesz kb. És elviekben ma még fogunk mászni is. Albania City jelen pillanatban. Itt is van egy jó kis befolyó. Ez is egészen komoly városnak tűnik egyébként. Eszméletlen sok időt elvesztek egyébként. Elveszik az, hogy keringünk a városban. Pisti megint nem tudja, merre kell menni. Helyzet? Semmi? Hát Szabó, na jó. Szerintem egyenes, jó felé kanyarodtunk. Milyen tábla? Ja, látom. Na és akkor most jobbra meg balra? És csak oda balra, ott befelé, arra van a nyíl, meg a bringa. Legjobb választás persze még mindig a part menti út, mert ott legalább a tenger valamilyen szinten orientál, és van tájékozódási pontunk, de hát azzal is keményen be lehet szívni, mint ahogy már, most nem olyan régen ki is fejtettem. Ez most valami Certo nevezetű hely, újabb bastióna, de hogyha az ember megnézi, akkor teljesen tök ugyanolyan, mint az előző volt, vagy az az előtti. Megmondom őszintén, már mi se követjük. A terv, hogy eljussunk minél hamarabb Finale di Ligurébe. Az ugyanis az utolsó tengerparti város, utána felfordulunk. Remélem, ezt senki nem vette szó szerint. Újabb impozás öböl következik. A végét nem is látom, viszont eszméletlenül be van épülve. Érdemes lenézni. Eszméletlen. Miközben olyan fekete vagyok, hogy mondta itt lassan már lesz két vehetne tőlem. Mondom a jó hírt, rajta vagyunk a térképen. Úgyhogy most akkor egy kis tájékozódás, hogy egyáltalán hol lehetünk most. Ugye ez már a Freitag térkép megint, úgyhogy jó részletes. Itt mutatom, hogy Szériára elhagytuk, Borghetto, még hátra van Loano Pietra, és utána Finale. Idáig jövünk!
Egyébként, ha tovább mutatom a Ligur partvidéket, akkor ugye itt még vannak ismert nevek, például Savone, vagy Genova, szóval azért lenne még hova menni. Mindenesetre most nekünk ennyi elég, itt fogunk fölmenni, ez a terv, és akkor itt föl a Melonyóhágó, majd pedig itt tovább le az Oszília-tó mellett, aztán arra tovább, most ebben nem menjünk vele mélyebben. Az a lényeg, hogy nagyjából itt még van egy olyan, mennyi, 12 kimcsi körülbelül? Na, ennyi van még hátra a tengerből. A dugóból pedig, hát meg nem mondom, megpróbálunk majd valami alternatív útvonalat találni. Alig tudom tartani tetszett a kempinget. Hát nem tudtam, mi hiányzott. Cintorgókő. Hát, ha valaki meg akar szabadulni a veseköveitől, akkor az nyugodtan jöjjön ide. Vesekőre macskakő. Most féláron. Bekeveredtünk ide ebbe az utcába. Mondom, jönjünk már valami mellékutcán, mert ott nem lesz dugó. Erre tess. Azért nem tudom, Pisti, figyeled, de hogy se egy kocsanás, se egy dudálgatás, se egy hangos szó, semmi. Minek? Már hozzá vannak szokva. Ehhez vannak szokva. Igen. Új játékos van a képben. De nem a tömeg, hanem érdemes felnézni az égre. Bizony, bizony. Már csak az eső hiányzott. Pisti azt mondta, hogy gyanúsan kevés a forgalom, reméljük, hogy nem kell visszajönni, mint az előbb. Nos, ezt is megnéztük, irány vissza. A fasz csinál a két rotyinger. Egy percet zárták le a sorompót, tessék csak megnézni? Ennyien jöttek össze. Tessék már nézni, csak mutatom. Ilyen nincsen. Ilyen nincs. Meg arra végig. Hát ez a kurva. Ezek tényleg ez mindennapos. Hát ezt a tömeget otthon biztos megbecsültetem Rákai 2 millió Filip Kálmánnal. Ez biztos volt 2 millió. Finále Filip úrében vagyunk, tehát stílusosan következik a finálé. A tengerparti szakasz fináléja. Most tulajdonképpen megyünk fel majd a hegyekbe. A mai napról pedig annyit szeretnék mondani, hogy én az ország harmadik legnagyobb városában élek. De közlekedés szempontból ez a mai nap, ez félelmetes, és az előző két napról, arról pedig annyit mondanék el, hogy fantasztikus ez a lényeg, az igaz biztos, hogy látjuk. Mi megpróbáltuk a legfrekventáltabb részét bemutatni, a franciának is, és az olasznak is. Én azt gondolom, hogy néha lehet, hogy voltak ismétlések, kicsit unalmasnak is tűnt, sok ismeretlen város, meg minden, de azt mondjuk ki célul, hogy lehet minél részletesebben bemutassuk azoknak, akik esetleg majd valamikor a jövőben úgy gondolják, hogy ezt a utat végigjárni. Nekünk lesz még egy utolsó körünk. Nagyon remélem, hogy azért maradt néhány ember, akik ezt sértünk.